Szeretettel köszöntlek benneteket ezen a délelőttön. És egy olyan kérdésről szeretnék gyakorlatilag együtt gondolkodni veletek az ige fényében, ami azt gondolom mindannyiunkat érint. Ez pedig az a kérdés, hogy hogyan kapcsolódom a másik emberhez, hogyan kapcsolódom a mellettem lévő, mellettem élő emberekhez. És hogy ezen a fogalma, hogy kapcsolódás, mit is értek, ezt szeretném kifejteni még konkrétabban. Azért is tartom ezt egy fontos kérdésnek, mert a Biblia nagyon-nagyon sok gyakorlatias életpéldát hoz a rossz kapcsolódásra. Amikor két ember kapcsolódik, és ez a kapcsolódás ez nem építi őket, hanem betegíti őket. Nem előre visz egy emberi kapcsolat és a velük kapcsolatban kerülők életét, hanem esetleg mindezt rombolja, mindezt valamilyen szempontból lefelé építi. És azért is tartom ezt fontosnak, mert hiszem, hogy Isten leginkább a kapcsolatokon keresztül tud munkálkodni ezen a földi életen, és hogy a kapcsolatokon keresztül tudunk mi is megszólítani másokat, építeni másokat, vagy ártani másoknak. Ezt, hogyha most szakmailag fogalmaznék, ez a terület, ahol én sokat dolgozom, ezt társfüggőségnek hívják, de én most szándékosan nem ezt a kifejezést használom, hanem azt, amit a Biblia használ, vagy a bibliai kifejezésben könnyebben elfogadható. Előfordulhat-e, hogy egy másik ember lesz bálványa számunkra? Előfordulhat, ugye? És hogy hogyan lehet bálvány egy másik ember, hogyan foglalhatja el az Isten helyét, és hogy ebben milyen veszélyek leselkednek ránk, erről szeretném, ha tudnak egyébként gondolkodni a mai délelőttön. Már csak azért is, mert a fiatalokhoz erről beszélgettünk ezelőtt két hete, és azóta is sokat gondolkodtam a témán, és sokat gondolkodtam arról, hogy az ige milyen példákat tár elénk, és Jézus gyakorlata mi volt. Mert Jézustól lehet a leginkább tanulni azt, hogy mit jelent egészségesen kapcsolódni az Istenhez és emberekhez, hogyan lehet olyan befolyást árasztani, ami valóban épít, felemel, és ami nem lehúz. Amikor a témáról gondolkodtam, eszembe jutott már két héttel ezelőtt is egy olyan Ellen White-i idézet, amit biztos hallottatok, vagy nem tudom, hogy hallottatok-e, nagyon elgondolkodható volt számomra. Így szól az idézet, hogy az Istenhez legközelebb álló, a legbölcsebb és a legerősebb embert is Isten a párkapcsolatán keresztül tudta megkísérteni és elejteni. Tudjatok, hogy kikről van szó. Ádám volt a legközelebb álló, a legerősebb. Sámson, a legbölcsebb. Salamon. De mondhatnák az Isten szíve szerint való királyt, ugye Dávidot is. És nem azért kezdem ezzel, hogy akkor a híres francia mondást lehessen erősíteni, hogy az a Cherchez la femme, ugye keresd a nőt, hogy a nők az okai problémáknak, hanem arra példa mindez, hogy igenis egy közeli kapcsolatban legyen az egy szerelmi kapcsolat, legyen az egy élettársi, egy életen áttartó társi kapcsolat. Igenis megvannak azok a veszélyforrások, amiket sátán el tud rejteni. És lehet, hogy egy kapcsolat az át tud alakulni úgy, hogy már nem a megszentelődésemet segíti, hanem az Istentől való eltávolodásomat. És nagyon fontos, hogy pont ezért vizsgálja meg ki, és most ezért is hoztam ezt a témát nektek, mert nekem is úgy érzem, hogy ebben nagyon sokat segített a Jóisten, és szeretném tapasztalatomat is megosztani veletek majd, hogy hogyan szeretné Isten gyógyítani bennünket abban, ahogy egymáshoz viszonyulunk. De ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan szeretne gyógyítani, fontos azt is látni, hogy hogyan vagyunk betegek. Hogyan lehetünk betegek a kapcsolatainkban, mik azok a veszélyforrások, amiket képes a világ Istene a mi életünkben is megvakítva a szemünket elrejteni. És ami nekem megdöbbentő volt, hogy hogyan volt jelen a beteg kapcsolódás már az ősbűnnél is. És most csak egy momentumot szeretnék Ádám és Éva bűnbeeséséből kiemelni számotokra. Tudjátok-e, hogy Ádám hogyan és miért evett arról a fáról, amiről azt mondta Isten, hogy azt ne is illessék? Mert amely napon eztek, arról bizony meghaltak. A Biblia csak ennyit mond, egy rövid kis félmondat van ott, hogy evett azért Éva arról a fáról, és adott a vele lévő férjének is. Tehát, hogy kitől kapta azt a gyümölcsöt? Uh-huh. És mi történt Ádámban,
mi zajlott le benne, onnantól kezdve, hogy megkapta a gyümölcsöt, odáig, hogy ő is evett belőle. Tudjátok, hogy mi zajlott le benne? Abban nem tudom, hogy mennyi időt tartom, mert a Biblia nem ír róla, hogy ez mennyi idő volt. Edith? De annyira szerette az illat, hogy bele akart lenni. Hol olvashatunk erről? A Pátriárk és Proféták bűnbeesés című fejezete konkrétan ír erről a vívódásról, ami ott Ádámban lezajlott belül. Nagyon intenzív harc volt. Most nem olvasom fel az egészet, csak egy részét. Ádám örült Isten és a szent angyalok társaságának. Szemlélte a teremtő dicsőségét. Felfogta, milyen magasztos sors vár az emberiségre, ha hűséges Istenhez. De ezekről az áldásokról mind elfeledkezett attól való félelmében, hogy elveszti azt az ajándékot, amely szemében minden másnál drágább volt. A teremtő iránti szeretetet, hálát, hűséget felülmúlta az Éva iránti szeretet. Éva egy része volt, és nem tudta elviselni az elválás gondolatát. Nem eszmélt rá arra, hogy az a végtelen hatalom, aki a föld porából élővé, gyönyörűvé teremtette meg őt, és szeretetében társat adott neki, be tudja tölteni akár Éva helyét. Eltökélte, hogy osztozik Éva sorsában, ha Évának meg kell halnia, ő is meghal vele. Ami a kérdés, hogy mit gondoltok erről? Probléma az, hogy Ádám szerette Évát. Nem egy szép áldozatvállalás ez? Hogy inkább én is meghalok. Tudom, hogy mit ígért Isten, azt mondta, hogy amely napon esztek, arról bizonnyal meghaltok. Hát én nem tudom elviselni az életet Éva nélkül, annyira szeretem őt. És inkább meghalok vele együtt. Ez egy hősies cselekedet, nem? Ti hogy cselekednétek? Ez tényleg bűn? Mit gondoltok erről? Költői a kérdés, de azért nem feltétlenül könnyű megválaszolni, nem? Pont azért, mert hogy tényleg ott van benne az a lemondás, az áldozatvállalás látszólag. És ez a baj sokszor, vagy lehet a baj sokszor a mi beteg kapcsolódásainkban is, hogy mit hagyott figyelmen kívül Ádám? Kit emelt, vagy kit tett hátrébb a sorban? Istent, ugye? Ha igazán hőséges Ádám, mondhatta volna azt is, hogy hát Éva, én nagyon szeretlek téged, de nem tudlak követni abban, ami a törvényszegés. Én most meg vagyok rendülve. Meg vagyok rendülve, mert nem tudom, mi lesz. Tudom, mi Istennek az ígérete. Tudom, hogy ő, és mi a kijelentése. Én most félek. Félek, hogy elveszítlek téged. De menjünk Istenhez. Mondjuk el, hogy mi a probléma. Kérjük tőle a megoldást, ha van megoldás. Ha pedig nincs, bízzuk rá magunkat. De én nem követlek abban, amiről tudom, hogy rossz. Ezzel is inkább megmaradok olyan társad, aki hűséges Istenhez, és esetleg így tud kapcsolódni, és nem teszem azt, amiről tudom, hogy Isten szeretetrendje, életrendjével ellentétes. De nem így tett Ádám. És hagyta, hogy Sátán becsapja, és a gondolatait is megmételje, és azt mondta, hogy inkább akkor meghalok én is. Milyen szomorú, ugye ez a gondolkodás, és ez a működés. De ezt hívja egy réteg társfüggőségnek. Amikor függő viszonyba kerülök a másik embertől, és hagyom, hogy Istentől is eltávolítson. Ez történt. És az a szomorú, amikor ezt valaki szeretetnek hívja. Mert látszólag szeretet, a valóságban pedig önbecsapás. Tudtok olyan példát a Bibliából, amikor valakinek a szeretet nevében nem alárendeződőnek kellett volna lennie, ahogy Ádám alárendeződött Évának, hanem határozottnak? Hanem esetleg céltudatosnak? Vagy ha úgy tetszik, a szeretet nevében keménynek? Tudtok ilyen példát mondani? Amikor valakinek nyíltan kellett volna állást foglalnia, azt mondani, hogy erre nem mehetünk, vagy erre nem mehetsz, mert Isten ezt mondja,
És inkább azt mondtam, hogy de hát félek, hogy mi lesz akkor veled, és inkább én is alárendeződöm. Tudtok ilyen példákat mondani az igéből? Mert ezzel valakit megerősítettünk a rosszban. Ezzel a magatartással. Tessék? Sámson? Mi történt Sámsonnal? Ha már idéztem Sámsont, ugye Ellen White-tól. Hogyan bukott el Sámson? Emlékeztek, hogy mit mond az elbukása előtt közvetlenül? Bírák könyve? 16. fejezet, ha valaki szeretné megnézni. Tehát Bírák könyve 16. fejezet, 16. vers. Hogy hívták azt a hölgyet, akin keresztül el tudta ejteni Sátán? Delila, igen, Delilának hívták. De próbáltak kicsalni az ereje titkát, és azt olvassuk, egyetlen egy vers. Bírák könyve 16. fejezet, 16. vers. Hogyan próbálja manipulálni Delila Sámsont? Olvasom a 15-től. Mondta neki Delila, miképpen mondhatod szeretlek téged, ha szíved nincsen én velem? Én már 3 ízben szedtél engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. És itt jön a fontos szakasz. Mikor aztán őt már, mint Sámsont, minden nap zaklatta szavaival és gyötörte őt, halálosan belefáradt lelke, és kitárta előtte egész szívét, és elmondta neki mindazt, amit nem kellett volna, hogy elmondjon, mert tudjuk a következményeit. Mit csinált Sámson? Belefárad. Hagyja az érzelmi zsarolást. Nem is szeretsz engem, mert ha szeretnél, akkor nem így viselkednél. És szeretetnek lehet nevezni azt, amit Sámson tesz, hogy elismeri mindazt, ami úgymond az ereje titka. Ez nem szeretet volt. Alárendeződés volt, belefáradt a lelke, és nem Istenhez méltóan cselekedett. És ennek meg lett a következménye. Mi a helyzet például Éli fiaival? Tudjátok-e, mi történt ott? Hogyan viselkedtek Éli papfiai? Ők is a papi szolgálatban voltak? Hát egy kicsit elkanászottak, nem is kicsit. Hát förtelmesen viselkedtek, igen. Fölcsorolja az igen, mi mindent csináltak a paráznaságon kívül is. És van egy, hát elég szomorú leírás ezzel kapcsolatban. Sámuel első könyve második fejezetében a következőket olvassuk. Éli pedig igen vén volt, tehát 1 Sámuel második fejezet 22. verse. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit a fiai cselekszenek egész Izraellel, és hogy asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Mondta azért nekik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ezt mondja Éli a fiainak. Azért jó, hogy a gyapa a fiait próbálja irányítani, és próbálja megfedni, ugye? Bár itt inkább kérelést olvasunk. Ne tegyétek, fiaim. Ha ti apák lennétek, és a fiaitok az Isten művében, az Isten művére, az Isten népére ilyen gyalázatot hoznának, akkor mit tennétek? Elég a kérlelés? Határozottan kellett volna lépnie Élinek, ugye? És megtette Éli? Azt olvasom a következő fejezet 13. versében, tehát 1 Sámuel 3.13, Isten mondja, mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatossá magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Jól tudta, azt olvassuk. De mondja Isten, hogy ne tegyétek, fiaim, de mit nem tesz? Éli. Nem akadályozza meg. Az ő kötelessége lett volna, az ő felelőssége lett volna az, hogy lépjen. És ugyanazt teszi, mint az ősbűnben korábban Ádám. Ahelyett, hogy nemet mondana, alárendeződik, és ezt szeretetnek hívja. Nyilván szerette Éli a fiait. Nincs olyan szülő, aki ne ragaszkodna valamilyen szinten a gyermekeihez. Akkor is, hogy a bűnben voltak, és fájt Élinek látni a fiainak a bűneit. Biztos vagyok ebben is. Szenvedett attól, hogy mi történik. De mégsem
tudott nem csak határozottan beszélni, hanem lépni és cselekedni. És az a beteg viszonyulás a fiaihoz, hogy nem tudok határozottabban lépni, az oda vezetett, hogy meghaltak. És hát szomorú következménye ez egy olyan kapcsolódásnak, ami egészen másként is mehetett volna. Vagy ha már idéztem Élit, van egy nagyon nagy királya, a zsidóknak ugye őt Dávidnak hívják, a legnagyobb királyként is szokták emlegetni őt, az Isten szíve szerint való királynak. Hány fiával kapcsolatban viselkedett Dávid betegen? Tudunk többet is, akivel kapcsolatban nem úgy kellett volna viselkedni, ahogy viselkedett? Hát Absalom az, akiről nagyon hosszan ír az ige, és látjuk azt, hogy már a saját főemberének kell megfeddenie Dávid magatartását. És hát ebből is látszik, hogy a beteg szülői magatartás az hova futhat ki. De van egy másik fia is Dávidnak, aki amikor Salamon került a trónra, szintén a trón úgymond bitorló várományosa volt, hogy hívták őt, tudjátok-e? Adónia, így van, Adóniának hívják őt, és a következőt olvasom Királyok első könyve első fejezetében, tehát Királyok első könyve első fejezete, 5.-6. verse. Adónia pedig Haggitnak fia felfúvalkodott, és ezt mondván, én fogok uralkodni, és szerzett magának szekereket, lovagokat, és 50 előtte járó férfiakat. Kit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszel így? Ennyi, egy rövid kis mondat a szülői magatartás fedéséről. Mit nem tett Dávid Adóniával? Még annyit sem tett meg, mint Éli, aki legalább a fiait próbálta óvni, hogy fiam, ne tegyetek így, mert ez nem helyes. Itt azt olvasok, hogy nem szomorította meg a fiát. És ez lehet, hogy kifelé szeretetnek tűnik, amikor egy szülő a gyermekéért él, a gyermekéért cselekszik. De mi van akkor, hogyha akár szülő, akár társkapcsolat, akár egy barátság, akár házastársi kapcsolat, lépnem kéne, valamit tennem kéne, és alárendeződöm. És inkább hallgatok. Vagy szeretetnek hívok valamit, ami nem szeretet. Szeretetnek tűnik, de nem az. Be tud csapni minket sátán? Volt már olyan veletek, hogy ezzel szembesültetek? Vagy egy helyzetben azt hittétek, hogy szeretettel tesztek valamit, és kiderült, hogy amit tettetek, vagy ahogy léptetek, az hiba volt. Ott van akár megint csak egy példa az igéből, Jákob magatartása a fiaival kapcsolatban. Jákob magatartása Józseffel. Szerette Józsefet? Szerette a többi fiát is? Valószínű, ugye? De nem volt egészséges a gyerekhez való viszonyulása. Nem volt egészséges, hogy József egy olyan polcon volt, ami túl magas volt a többiekéhez képest. És ennek meglettek a következményei. Tehát az egyik probléma az lehet a kapcsolódásainkban, amikor nem az Isten az első, nem az Isten szava, az Isten utazása az első, hanem szeretetnek nevezünk valamit, és alárendeződünk a másiknak. És hagyjuk, hogy ilyen szempontból megvakítsa a szemünket a világfejedelme. De van egy másik végpontja is ennek. Mi lett az alárendeződésnek az ellentétje, amit szintén megtehetünk, és nem biztos, hogy egészséges. Lehet leuralni valakit a szeretet nevében? Ha már idéztük Élinek a példáját a fiaival, tudtok olyan szülőről is, aki annyira leuralta a fiát, hogy akár meg is ölte volna? És az Istenre hivatkozva akarta ezt megtenni? Saul, ugye? Nagyon beszédes a példa. Hogyan gyilkolta le majdnem a saját fiát, Saul király? Azt gondolva, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Ismerős a történet? Nézzük meg azért a Bibliából, jó? Sámuel első könyve 14. fejezetéből szeretnék olvasni nektek egy szakaszt. A 14. fejezetből a 24. verstől olvasom, és majd egy-egy szakaszt átugrunk, mert nem akarok túl hosszú időt eltölteni mindezzel. Pusztán csak alátámasztani szeretném azt, hogy,
hogy a másokhoz való kapcsolódásunkban a Biblia hoz példákat arra is, hogy milyen az, amikor én jobban tudom, hogy mit, hogyan kéne, és lehet, hogy nem az Isten mellett állok már. A 14. fejezet 24. versétől így olvasom. Izrael népe igen elepett azon a napon, ugye háborúban állnak a filiszteusokkal szemben, mert Saul esküvel kényszerítette a népet mondván, átkozott az, aki kenyeret eszik, még bosszút állok ellenségem, ugye, hogy a filiszteusokon, azért az egész nép semmit sem evett. És az egész föld népe eljutott az erdőbe, hol méz volt a föld színén. Mikor pedig a nép bement az erdőbe, jól lehet, folyt a méz, mindazáltal senki sem érintette kezét szájához, mert félt a nép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy atya megeskedte a népet, és kinyitotta a vesző végét, mely kezében volt, és bemártotta azt a lépes mézbe, és kezét szájához vitte, és felvidultak az ő szemei. 31. verstől. És megverték azon a napon a filiszteusokat Mikmástól Ajánolig, és a nép nagyon kimerült, akkor a nép a prédának esett, és fogtak juhot, ökröt és borjukat, és megölték a földön, és megette a népné vérestől. És megkérdezte Saul az Istent, lemenjek-e a filiszteusok után? Izraelnek kezébe adod-e őket? De ő nem felelt neki azon a napon. Mondta azért Saul, gyertek ide mindannyian a népnek oszlopai, hogy megtudjátok és meglássátok, kiben volt ez a bűn ma. Mert él az Úr, aki Izraelt oltalmazza, hogyha fiamban, Jonatánban volna is, meg kell halnia. És az egész nép közül senki sem felelt neki. Még a 44-45. verset, bocsánat, ugráltam néha a versek között. És Saul mondta, úgy cselekedjék az Úr most és ezután is, hogy meg kell halnod, Jonatán. A nép azonban mondta Saulnak, Jonatán halljon-e meg, aki ezt a nagy szabadulást szerezte Izraelben. Távol legyen. Él az Úr, hogy egyetlen hajszál sem esik le a fejéről a földre, mert Istennek segedelmével cselekedte ezt. Megváltotta azért a nép Jonatánt, és nem halt meg. Mi történt itt? Ugye a filiszteusokkal szemben egy elég komoly háborút vívott Saul és a zsidók. Nem az első eset, az első helyzet. Lesz még később is. És tesz Saul egy esküt. Kérdés, hogy ezt Isten mellett tette ezt az esküt. Látjuk, hogy milyen következményei vannak ennek. A nép annyira elepet, hogy a végén már véresen falják föl a zsákmány egy részét, mert annyira el vannak csigázva. Nem tudván az esküről Saul, illetve Saul fia Jonatán, ugye eszik abból a bizonyos mézből, és ami elgondolkodható lehet, hogy amikor részleges győzelmet ad nekik Isten, és megkérdezi Saul Istentől, hogy menjek-e tovább, akkor nincs válasz. Mire következtet ebből Saul, hogy nincs válasz? Mire következtet? Hogy valami bűn van a táborban, ugye? De megvizsgálja önmagát is. Nem. A bűn az rajtam kívül lesz, és valaki bűnbe esett. Ugye ott kijelenti önmagának ásva ezzel részben csapdát, hogy ha még a saját fiam és a bűnös, akkor is meg kell halnia annak, aki ezt a bűnt cselekedte. És a népnek kell megváltania Jonatánt a saját apjától. Hát lehet egy szülői, vagy egy kapcsolatbeli magatartás olyan, hogy annyira leuralom a másokat, annyira jobban tudom akár a másik indítékait is, hogy nem veszem észre, hogy már Istennel szembe megyek. A legnagyobb emberek is képesek ám erre a hibára az emberi kapcsolataikban. Tudtok olyat, akár Pál apostol életéből, akit ugye a legnagyobb apostolnak szoktak nevezni? Ja, arról, hogy Pál apostol egészségtelenül ítélt meg valakit, és rendeződött valaki fölé, és Istennek kellett aztán szépen lassan észhez térítenie. Tessék? Hát Barnabással szemben is egyébként, ez igaz, de hogy hívták azt a munkatársokat, aki az első missziótyokon elkísérte őket? Tudjátok a nevét? Márk, akinek a mellékneve János, vagy János, akinek a mellékneve Márk. Mindegy, hogy hívjuk. Olyan megdöbbentő olvasni azt, amit Ellen White ír erről a kapcsolatról. Barnabás egy nagyon fontos ember volt az őskeresztény korban. Ha nincs Barnabás, akkor nincs Pál apostol se. Azért, mert Barnabás volt, érdemes csak Barnabás az életét is megvizsgálni apostolok cselekedetei fényében. Barnabás volt az, aki megvédte Pált, aki kiállt mellé akkor, amikor mindenki félt tőle, tartott tőle, mert tudták, hogy ki volt ő.
mielőtt úgymond Pálapostól lett, Pálapostolá formálta Jézus. És hát ő volt az, aki kiállt mellett, aki támogatta, aki bevetette őt a keresztény gyülekezetek közösségébe, és nyilván ő volt az, aki az első missziótjukra is elmentek. És mégis olyan szomorú az, amikor meghasonlás támad kettejük között. Persze ebben a meghasonlásban nem olyan rossz dolog születik, mert annyit történik, hogy egy missziós párosból lesz kettő, és még több felé terjed Isten igéje, de maga a meghasonlás és annak az oka, az szomorú volt, és még jó, hogy ezt Isten jóra tudta fordítani. Mi is történt itt, erről csak részben szeretnék olvasni, mind azért, hogy lássuk, hogy lehet, hogy a szeretet nevében lépek, vagy a szeretet nevében vagyok kemény, de már túlzottan kemény vagyok. Tehát vagy alárendeződöm, és az sem jó, vagy fölé rendeződöm, és az sem jó. Egyik sem egészséges. Isten azt szeretne, hogy egészségesen tudjunk egymáshoz kapcsolódni. Ha kell, akkor lehessünk határozottak a szeretet nevében, állassunk ki Isten mellett, ha kell, akkor pedig tudjunk megengedőek lenni. És ezt a kettőt egyensúlyban fontos gyakorolni. Mert ha nem így működünk, ha nem így cselekszünk, akkor lehet, hogy már nem Istenre nézve élünk, hanem egészen más lélek által vezéreltetünk. Idézem Apostolok cselekedetei 15. fejezetét. Itt olvasunk arról, hogy hogyan különböznek össze Pál és Barnabás. A 36. verstől, tehát 15. fejezet 36. versétől így olvasom. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak: visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, amelyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogy vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba, Pál pedig Silást választva maga mellé, elment az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Tehát mi történik? Azt mondja Pál apostol, hogy Márk nem méltó. Kijelenti. Egy ítéletet mond egy társa felett. És azt is elmondja, hogy miért nem méltó. Azért méltó, mert így és így cselekedett. A cselekedet alapján azért csak kijelentheti valaki, hogy egy másik ember méltó vagy nem méltó. Nem? Nem biztos, hogy mindig. Nem biztos, hogy mindig látjuk a másik indítékait. De Pál apostol azt mondta, hogy ő tudja, hogy mi miért történik. Tudja, hogy Márk mert látta és megtapasztalta, hogy elcsüggett, és épp ezért azt is tudja, hogy ő nem méltó arra, hogy velük menjen. Barnabás pedig azt mondja, de szerintem meg igen. Szerintem meg igen, és én kiállok mellette. Sőt, a szárnyam alá veszem, és megyünk tovább. És olyan szép ez a barnabási magatartás, és mondhatjuk azt, hogy látszólag lehet, hogy valaki a szeretet nevében lehet kemény. És mondhatja azt, hogy te üljél még a kis padra is gondolkodjál, mert amit tettél, az méltatlan volt az Isten ügyéhez, épp ezért én most, ha nem is büntetlek, de ezt a következményt megengedem. Mert én nagyobb vagyok, mint te, én méltó vagyok, ezzel azt mondja ki, nem. Ő nem méltó, de én méltó vagyok, én megyek. Én vállaltam a nehézségeket, ő nem vállalta, tehát én külön vagyok, ő pedig kevésbé. Nagyon könnyen tudunk a másik fölé rendeződni. Ez is egy csapda, amit sátán el tud érni az életünkben. Amikor kritizálunk egy másik embert, akkor általában az a lelkület van bennünk, figyeljétek meg, ez is könnyű észrevenni. A kritikában benne van az, hogy én külön vagyok. Pláne az indulatos kritikában, hogy én nem tennék ilyet. És ez egy veszélyes magatartásforma. Pont azért, mert lehet, hogy Isten tiszteletet próbálunk cselekedni, de már nem az. És azt írja Ellen White Pál apostolról, illetve Pálról és Barnabásról az első misszió úton: hű pásztorokként keresték az elveszett juhokat, nem gondolva saját jólétükre és kényelmükre. Megfeledkezve önmagukról, nem tántorodtak meg, ha fáradtak és éhesek voltak, vagy a hidegtől reszkedtek. Tekintetük csak egy célra irányult, azok üdvösségére, kik messze eltávolodtak a nyájtól. De ezekben sok nehézség is érte őket. Így történt, hogy azután, hogy Márkot elfogta a félelem és a csüggedés, egyenlőre megingott abbeli szándékában, hogy feltétel nélkül az Úr munkájának szentelje életét. A nehézségekhez nem volt hozzászokva,
az utazás veszélye és mérkőzései teljesen letörték. Kedvező körülmények között eredményesen dolgozott, most azonban a nehézségek és veszélyek közepette, amelyek oly gyakran környékezték az úttörőket, gyenge harcosnak bizonyult. Nem tudta a kereszthordozás terheit elviselni. Meg kellett még tanulnia, hogy a veszélyekkel, az üldözésekkel és a nyomorúsággal bátran és hűségesen szembeszálljon. Miközben az apostolok tovább nyomultak, és még nagyobb nehézségek mutatkoztak, Márk megfélem lett. Nem volt bátorsága őket tovább kísérni, visszatért tehát Jeruzsálembe. És itt jön egy szép gondolat még, amit leír Ellen White. Márknak a veszélyek előli szökését Pál igen kedvezőtlenül, sőt szigorúan ítélte meg. Barnabás azonban hajlandóbb volt Márk viselkedését tapasztalatlanságával magyarázni. Szépből óhajtotta, hogy Márk ne tegyen le a prédikátori tisztségről, mert látott benne képességeket, tudta, hogy Krisztusnak használható és alkalmas szolgájává fog válni. És ugye ez így is történt, csak mondatokat olvashatunk az apostoli levelekből, hogy Pál később hogyan beszél Márkról. Idézem Ellen White-ot. Később Pál is megbékült Márkkal és munkatársául fogadta, úgy ajánlotta őt a kolossébelieknek, mint munkatársát az Isten országában, aki vigasztalására volt, Kolosse 4.11. Más alkalommal röviddel halál előtt így írt Márkról, nekem alkalmas a szolgálatra. 2 Timóteus 4.11. Csak azért hoztam mindezt példának, hogy lássuk azt, hogy nem csak alárendeződve lehet valaki, hát nem egészséges lelkületben, hanem fölé rendeződve, kontrolláló módon is. Ez lehet akkor is veszélyforrás, amikor valakire sok teher bizatik. Gondoljatok például Mózesre, hogy mi történt vele akkor, amikor egyedül akart minden terhet hordozni. Amikor a néppel ugye kivonultak Egyiptomból, és ott volt rajta egy közel 2 milliós tábornak az összes nyüge baja. Nem vállalt Mózes egy kicsit túl sokat? Kinek kellett elmennie, hogy jobb belátásra bírja, és hogy változtasson a magatartásán? Ugye Jetrónak. Jetró megy oda hozzá, de nem a saját bölcsességéből, szóval Isten vezette, hogy ossza meg a felelősséget. Ne egyedül akarjon mindent vinni. Mert hogyha túlzottan a saját kontrollja tart egy csomó feladatot, mi fog abból történni? Hát abból nehézségek jönnek, abból túlterheltség lesz, a családja, cippóra, a gyerekei, mennyi figyelmet kaphattak vajon Mózestől abban az időben, mit gondoltok? Amikor az ő vállán volt minden teher. Hát valószínűleg nem sokat. És Istennek sem az volt az akarata, hogy egyedül Mózes vigyen minden felelősséget, minden terhet. De lehet, hogy mi is olyan lelkiállapotban vagyunk képen, azt gondoljuk, hogy de hát én tudom, hogy mi a megoldás, én tudom, mi a jó. És én bírom még, és teszem. Mivel akkor Isten azt mondja, hogy de nem csak neked kell tenni. Kicsit jobb visszalépni néha. Lehet, hogy jobb megosztani a felelősséget, mert azon nagyobb áldás van. És megyek és csinálom. És olyan megdöbbentő volt ezt a lelkületet észre az advent történelemben is. Képzeljétek, olvasgattam az advent történelmet. Mikor lett az advent mozgalomból egyház, tudjátok? 1863-ban, így van. Mikor volt a nagy csalódás? 44, ugye? Tehát közel 20 év telik el a nem is a mozgalom indulásától, mert a csalódás volt, a csalódástól, addig, amíg egyhez a szerveződik egy mozgalom. És az 50-es évben volt egy nagyon nehéz időszak, ami két embernek az egymással szembeni küzdelméről szólt. Tudtok olyan embert mondani, férfi embert, aki agilis, nagy teherbírású és néha makacs ember volt, az Isten ügyért makacs? Tudtok ilyen embert mondani? Az advent történelemből. 50-es évek. James White az egyik. Mondjatok még egyet. Hajós kapitány volt. Tudta, mit jelent vezetni. Bates kapitány és James White. Úgy különböztek össze 1850-ben, hogy majdnem leállt az advent mű. Tudjátok, mi volt a feszültségnek az oka? Mind a kettőnek volt egy gondolata arról, hogy hogyan kéne előre haladni. És azt mondta, hogy erre megyünk, vagy nem megyünk sehova. Ez a kontrollos
ti rendeződjetek alá, és azt mondja, amit én mondok, mert ha nem úgy lesz, akkor nem megyek. És ez a fajta leuraló magatartás, lehet, hogy szeretetnek gondolták, de nem volt az, nem vezetett sehova, egy évig tartott ez a feszültség a két ember között, még fel tudott oldódni ez a feszültség. Tudjátok, mi volt a feszültség? Kapott Ellen egy látomást, ami arról szólt, hogy az írott médián keresztül kell elérni az embereket. Nyomtassanak újságot, juttassák el a szétszórt emberek közé, legyen egy útmutatás, legyen egy iránymutatás, hogy legyen valami, ami összefogja őket. Ezt mondta, ezt továbbította James White, Bates meg azt mondta, hogy az evangelizációra így is alig van forrásuk, ne pazarolják el az írott médiára. Tudjuk, hogy melyik üzenet mögött volt Isten ott, de ezzel úgy összekülönböztek, és valószínűleg James White-nak is a túlzottan határozott, vagy esetleg markánsabban, vagy leuralóban megfogalmazott véleménye ütközött Bécével, és egy évbe telt, mire ez a feszültség fel tudott oldódni. Látjuk, hogy odaállította meg aztán Isten a további munkájukat. Ők munkatársak maradtak, és nem hagyták, hogy ez a különbözőség ez törést okozzon. De meg kellett harcolniuk. És valószínűleg mind a kettőnek a természete miatt egy jó párszor kellett megalázkodnia, vagy megalázódnia, de Isten vezet minket. És azt mondom, mindannyian a kapcsolatainkban hajlamosak vagyunk egyik vagy másik véglet felé haladni. Bizonyos emberek felé akár felé rendeződünk, ez különösképpen lehet akkor, amikor eleve akár munkakörből, akár családi helyzetnél fogva valaki alattunk van. Egy szülő-gyermek kapcsolatban ez természetes, nem? Ezen szoktak lázadózni néha a kamaszok is, hogy ők most saját kereteket akarnak. Nem biztos, hogy mindig jó az a lázadás, de elő szokott fordulni. De mi van akkor, amikor azt gondolom, hogy jobban tudom, és lehet, hogy nem tudom jobban? Hogyan betegedhet meg egy kis emberke akkor, amikor mellettem él és látja, vagy tapasztalja mindazt, ahogy én élek? Én megosztok az állatfeladóban veletek egy történetet. Ha már társfüggőség, mint fogalom, erről beszéltem, hogyan alakul ki az, hogy valaki alárendeződik valakinek, vagy valakinek fontosabb lesz az, hogy a másikkal mi történik, mint ami a saját szükséglete. A példa az én példám. Nagyon megegyeztem, mert mélyen megrázott ez a példa. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert van egy kis házikom gyümölcsfákkal, és tegnap is volt egy kis időm, és épp a rotakapával száguldoztam a kertben. A száguldozást azt idézőjelbe teszem. Próbáltam a földet törni, hogy lehessen majd belevetni mindenféle finom és ízletes dolgot. És eszembe jutott ez a történet, amikor készültem. Akkor volt, amikor megvettük ezt a kis házikót, ez tavasszal volt, májusban, és nem sokkal később, már akkor is világoztak, vagy mellette a gyümölcsfák, és volt egy olyan kajszi barackfa, amin nagyszerű, ízletes, gyönyörű sárga barackok teremtek. És leiszedtem, amit tudtam, hazavittem, kimagoztam, előkészítettem lekvárnak, benn volt egy tálban összetörve már a gyümölcs, de nem volt időm befejezni, forralni, üvegekbe tölteni, és kértem a feleségemet, hogy ezt tegye meg. El volt foglalva Ambrussal, háztartási teendőkkel, és később állt neki a gyümölcsnek, a gyümölcs természeténél fogva pedig a cukortartalmát tekintve, ugye minél cukrosabb, annál könnyebben és gyorsabban megbudjan. Megbudjant az egész tál sárga barack. Szerintetek mi volt az én reakció? A sárga barack kedvenc lekvárom, tehát hogy ha mondjuk az őszi barack vagy az alma ment volna tönkre, akkor nem érintett volna ennyire érzékenyen érintett, és nem szépen reagáltam. Dühös voltam, mérges voltam. Ha nem is kiabáltam, de előhoztam többször is Boglárkának, nem vettem figyelembe az ő érzéseit, az ő indokait, az, hogy mi lehetett a háttér, hogy miért nem tudott időben odaérni, nem én csak mondtam. És nem tudom, ismerős az, amikor valakinek engedtelhetetlen a lelkülete. És eleve, mivel nem kért bocsánatot, pedig elvártam volna tőle, ezért én ezt tovább hordoztam magamban. És olyan megrázó volt, hogy tudjátok, hogy honnan kaptam figyelmeztetést, vagy mit csinálok? A kisfiamtól. Jött fel Ambrus, akkor mi tetőtérben laktunk, egy ilyen hosszú lépcső vezet fölfelé. Lent voltak, valahol játszottak, és Ambrus érzékelte, hogy feszült az apja, és hallotta már, mert
Ráadásul nagyon okos voltam, és a bogárka előtt fejtettem ki a véleményemet, mert azt mondtam, hogy jogosan haragszom, hogy az a gyümölcs nem készült el. Ez a másik dolog, amit egy szülő tehet, hogy a gyermek előtt dühösködik, vagy vádaskodik. Ambrus jött a lépcsőn, és előre futott. Pedig akkor még jóval kisebb volt, mint most. Előre futott, és jön be, és mondja, hogy nem baj, apa, majd veszünk másik barackot a piacon. Miről szólt ez a mondata a kisfiamban? Hogy apa, ne légy mérges, majd veszünk másik barackot a piacon. És már ott, amikor hallottam, a szívemben nyilalt az, hogy mit csinálok én a gyerekemmel. Mi történt Ambrussal? Mit próbált ő megtenni ebben a helyzetben? Ő akarta békéltetni a szüleit, ugye? Érzékelte, hogy feszültség van, hogy az apja mérges az anyjára. És ő a kis 3 éves fejével próbálta megoldani ezt a dilemmát. Úgyhogy megoldást kínál, hogy följön, és ő mondja azt, hogy apa ezt tett. Mi van e mögött? Az, hogy ne legyetek mérgesek, vagy szeressétek egymást, és hogy szeressetek engem. Mert ugye amikor hagyom, hogy feszült legyek a másikkal szemben, akkor kiesik ki a körből. A saját gyerekem. És így lehet megalapozni egy kisgyereknél a társfüggő magatartás, hogy a gyermek mit fog tenni, elkezd a szüleire fókuszálni, és már nem ő lesz a középpontban, mert egy egészséges családban a gyereke a középpontban legyen, nem? Egy egészséges családban az egészséges szülők, akik szeretik Istent, továbbítják az Isten szeretet a gyermek felé. És egy egészséges családban a gyermek azt éli meg, hogy a szüleimmel kapcsolatban építem a bizalmat az Isten felé is. Nagyon sok, látok egy csomó alkoholbeteget, azért nem tud nyitni Isten felé, mert neki egy beteg szülőképe van. És én is, amikor szembesültem azzal, hogy mit csinálok Ambrussal, mit csinálok a feleségem, hogy leuraló vagyok, hogy indulatos vagyok, az azt váltja ki a másikban, hogy alám rendeződik, és hogy nem egészségesen halad tovább a kapcsolatunk. Isten arra vágyik, és azt szeretné elérni, hogy a mi indítékaink, a mi lelkületünk rendben legyen. Az az indulat legyen bennünk, ami volt az Úr Jézus Krisztusban, írja Pál apostol. Jézusban milyen indulat volt? Volt, hogy Jézus határozottabb volt? Vagy látszólag kemény volt? Volt olyan, ugye? Ha kívülről vizsgálnak Jézust, amikor mondjuk Péterrel beszélt, és azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy nekem, amit mondasz. Azt hiszik, hogy hogyan dönti fel a pénzváltók asztalait a templomban. Ha csak azt nézzük, hogy azt mondja a gazdagítól, aki oda megy, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek, add el mindenedet. Nem túl magas feltétel? Nem túl kemény viselkedés? Nem túl határozott? Vagy másik oldal, nem túl megengedő? Amikor leül azokkal a vámszedőkkel, akik nyomorgatják a népet, azokkal a parátnákkal, akiket mindenki megvet, amikor a gyerekekhez fordul, és mondják is neki, hogy mármint a szülőknek, hogy hagyjátok a gyerekekkel Jézus. Tehát látszólag túl nyájas, túl megengedő volt, néha meg látszólag túl kemény. De tudjuk, hogy ez a látszat. Mert hogy őt soha nem a beteg indulatok, a beteg indítékok vezették. Nem társfüggő módon működött. Neki az Isten volt az első. Nem magát tette. Mert ugye amikor leuralok valakit, akkor én kerülök az Isten helyére. Amikor elrendeződöm, akkor pedig egy másik ember kerül Isten helyére. Mind a kettő rossz. Ne én üljek azon a trónon, és ne a másik ember. Szintén az önsegítő közösségeben hallottam ezt a mondatot, el is szoktam mondani egy pár szó, mert nekem nagyon sokat segített. Azt mondják az onnani alkoholisták, hogy Istenről két dolgot kell tudni, egy van, kettő nem te vagy. És hogyha valaki ezt az egyszerű igazságot tudja magára alkalmazni, hogy lássam, hogy nem én vagyok. Ne gondoljam azt, hogy én mindig tudom a jó megoldást. Legyen benne alázat, tudjak megállni, mielőtt ítéletet formálok. Akkor is, hogy esetleg úgy gondolom, hogy jól látom a másik cselekedet alapján a másikat. Vagy lehet, hogy nem jól látom. De ha jól látom is, vigyázzak, hogy hogyan és milyen felelősséggel viszonyulok. Mert azt se jól elrendeződöm. Jézusról azt olvassuk, hogy ő képes volt, ugye, mesiási profécia úgy működni, hogy a pislogó gyertya belet, ugye? Vagy a pislogó gyertyát nem oltja ki. A meglepett nádat sem tövi el. De aztán olvasok olyat is, amikor azt mondja róla Jelenések könyvében egy látomásban az ige, hogy győzött Júda nemzetségéből származó oroszlán. Tudott oroszlán is lenni, tudott a bűn felett úgy győzni, hogy összetiporta Sátánt, vagy össze akar tiporni Sátánt a mi lábaink alatt.
De ugye ezt mindig a megfelelő lelkülettel tudta tenni. És ebben szeretné Isten minket is vezetni, hogy tudjunk így viszonyulni egymáshoz. Hogy vagyok a saját családomban, a saját társammal, a saját gyerekeimmel? Nem vagyok túl leuraló? Nem vagyok túl alárendeződő? Vagy nem tudok a két végát között néha rendeződni? Mire szeretne Isten elvezetni engem? Hogyan akarja azt megtanítani, hogy megengedő legyek, vagy hogyan akarja megtanítani azt nekem, hogy határozott legyek a szeretet nevében? Mert Isten vezetni akar, ebben biztos vagyok. Nem azt akarja, hogy a másik Isten helyére kerüljön, és nem is az, hogy én legyek az Isten a másik életében. Hanem azt akar, hogy ő maradjon a megváltóm, a teremtőm, a vezetőm, és tudjon engem segíteni a helyes, egészséges indulat, a helyes, egészséges lelkület kialakításában. Én csak azt tudom kívánni, és csak azt tudom mondani nektek még egyszer, ami nekem is sokat segít, és hát leginkább a kapcsolatom elepeződöm le én is, hogy oda viszonyok egy másik emberhez. Tudok-e jól szeretni? Tudok-e jól viszonyulni a másik emberhez? Mondok egy másik példát nektek, aztán több példával nem bántlak titeket, vagy fárasztlak titeket. Szintén a szenvedély betegekkel néztünk egy filmet, illetve több filmet is, de volt egy olyan film, amit többször néztünk, egy alkoholbeteg kapcsolatról szólt, ahol a feleség volt alkoholista, a férj pedig mindig megmondta, hogy mit kell csinálni az asszonynak. És ő volt úgymond a tökéletes férfi, csak épp nem tudott segíteni a feleségének, mert rosszul tette, amit tett. És emlékszem, hogy már tizedszer, tényleg tizedszer számoltam és néztem a filmet különböző alkoholbetegekkel, amikor szembesültem az, hogy ugyanazt csinálom a feleségemmel én is. Én mindig megmondom neki, hogy mi lenne a jó megoldás. Én mindig helyette akarom megküzdeni a harcokat, és ha nem úgy tesz, amit én helyesnek gondolok, akkor neheztelek, deprimált leszek, leuraló leszek, bántó leszek, és nem vettem észre, hogy ez a magatartás, ez már mennyire ártalmas a másiknak. Én segíteni akarok, és közben ártok vele. Pedig mindent kitaláltam, hogy segítsek, csak azon nem segítség volt. És azt mondom, hogy Isten arra vágyik, hogy tudjon vezetni minket, hogy egy adott helyzetben mi a jó magatartás. És azt kívánom, hogy tudjátok tovább gondolni, ez csak egy pár példa volt az igéből, de én azért vagyok hálás, hogy az ige az példák tömkelegét adja nekünk, hogy lássuk azt is, hogy mi a jó magatartás, mert Jézus csak egészségesen tudott viszonyulni az ő teremtményeihez, és ebben is nagyon sok szép példát találunk. Mi emberek meg sajnos megváltó nélkül hát halmozok egymással rossz magatartásformákat, én azt kívánom, hogy ebben tudjunk mindannyian fejlődni az Isten kegyelméből. Amen.